azt a címet adtam Baklenő és könyvének bemutatójára, hogy a legendárium ápolója. Olvasni szerető ember számára vannak, akik az olvasás szerelmesei, különleges élmény egy-egy új könyvet kézbe venni. Elolvassuk a szerző nevét, a címet, forgatjuk, beellapozunk, aztán izgatottan, mint gyerek, aki új ajándékot kap, elkezdjük olvasni, tudva bármilyen is a könyv, gazdagabbak lehetünk általa. Aztán esetleg a hajnali vergődésedben fölrász a kultúrtörténet legkitartóbb, arcpirító kérdése, megye a könyvek által a világ dolga elébb. És már dörmögnéd is a válaszodat, amikor eszedbe jut a teremtett világból mesterséges a terültető kor, ezernyi élménye, tapasztalata, az olvasás elveszítette értékét, az embereket nem érdeklik a még oly híres és értékes könyvek sem, kiszállítván a legszentebb fogalmakat is. És a legfájóbb fiataljaink jelentős részét nem érdekli a könyv, az irodalom, fájdalom, a költészet. Halljuk, olvassuk lépten nyugon. Mégis te hivatott reménykedő, reggel újból kézbe veszed az éjszaka olvasott, és azt félbehagyott könyvet, ami elfeledteti a hajnali félállam állapot lidércfény emlékét. Persze minden attól függ, milyen érzésekkel tetted le a könyvet, milyen nyomot hagyott benned mindaz, amit olvastál. Milyen vagy te? A befogadó, akiben újra születik a mű. És várod-e izgatottan, hogy folytathasd az olvasást? Az olvasást szerető ember gyakran élheti ezt át, akinek belső világa dolgai igenis mennek a könyvek által elé. Tisztelt ünneplők! Igen, jól mondom, ünnep lesz a mai nap, egy könyv bemutatójának napja. Olyan könyvnek, ami rólunk szól, nekünk szól, és értünk van. Akik, mondhatom, társszerzői Bakra Lajos Fehérvári Beszélgetések 5 című vaskos könyvének. A bemutatóján köszöntöm Önöket nagyra becsüléssel és szeretettel. Önöket, és megbocsátást kérek titeket. És ezzel talán elértünk a lényeghez, egy közösséghez tartozók szólalnak meg, vállalkoznak a kérdésekre, telistene ismerősök, barátok, és meggyőződéssel mondom, ezáltal még közelebb kerülve egymáshoz. Biztosan meglepetéseket is okozva, a kitárulkozás talán máskor nem tapasztalható részleteivel, esetleg titkaival is. Ezért köszönettel tartozik az olvasó mindazoknak, akik elfogadták Lajos invitálását, vállalták az őszinte kérdésekre, csakis őszinte válaszok adását. Mielőtt feltennék néhány kérdést a szerzőnek, szeretnék beszélgetésünk bevezetőjéként néhány adatot ismerteni. Lajos 11 könyve 332 portrét tartalmaz, 3259 oldalon. Lehet-e kétség még afelől, hogy olyan kor és helytörténetet tartalmaznak ezek a kiadványok, amelyek bármikor felüthetők, ha meg akarunk tudni valamit életünkről, annak eseményeiről, személyekről, történésekről, ráadásul hiteles tanúk elmondásában. Felülmúlva a kétségtelenül elismert és dicséretet érdemlő, de inkább önmagunknak szóló, vagy önmagunk dicsőítésére írt naplókat.
tisztelettel persze az irodalmi értékkel bíró visszaemlékezéseknek, naplójegyzeteknek. Nem szoktuk, most mégis felajánljuk a hallgatóságnak azt a lehetőséget, hogy rövid beszélgetésünk néhány kérdés és válasz elhangzása után szóljanak, vagy mondják el véleményüket, esetleg kérdésüket. Kedves Lajos, ez egy félelmetes, hatalmas tiszteletet parancsoló szám, amit én itt elmondtam. Ezekre visszapillantva, ezekre beszélgetésekre milyen élményeket adtak neked? Voltak-e olyanok, amik különlegesek voltak? Azt hiszem, hogy mindegyik felejthetetlen, de mégis kérdezem. Most hát semmiképpen nem szeretnék túlzásba esni, de valóban így van. Minden beszélgetés különleges. Annál is inkább, mert hogy Székesfehérvár is különleges az én szememben. Székesfehérvár a királyok városa, Székesfehérvár a kultúra városa, az orvosok városa, a művészetek valamennyi szegmensét képviselő olyan emberek városa, akikkel lehet beszélgetni, akik minden olyan szegmensét megmutatják, illetve minden olyan szegmensét megmutatják az életüknek, ami nem bulvár. Mert azért azt ne feledjük, hogy én kerülöm a bulvárt, és egészen főleg ebben a felgyorsult világban, amikor más sem látunk, mint hogy címszavakban gondolkodnak az emberek, és a telefonjukon keresztül, amit már számtalanszor elmondtam, hogy a Gulliver az például úgy hangzik, hogy zaklatott életű hajóorvos, nagyon kicsi, meg nagyon nagy emberek közé kerül. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy-egy életút mindennél fontosabb, és valamennyi megszólítottam, vagy az életútja elején jár, vagy a végén, ez ilyen értelemben teljesen mindegy, de számunkra olyan élményt ad, ami felejthetetlen. Úgyhogy nem tudok választani különlegeset, mert mindenki különleges a maga nemében természetesen. Vagyis a beszélgetéseid során és hát az egyéb találkozásaink során mindig meggyőződöm arról, hogy te nagyon szereted ezt a várost. És ehhez a szeretethez és tisztelethez és nagyrabecsüléshez hozzájárulnak-e a riportalanyaid? Mindenképpen. Tehát nem lehet kétséges, én azt hiszem, hogyha csak ezt a könyvet veszük alapul, de a másik, az előző négyet, illetve a sportkönyveket, vagy amit említettél, az összes többit, ha úgy tetszik, az elmúlt időszakban azért volt lehetőségem egy kicsit mélyre tekinteni egy-egy emberi sors kapcsán a város történetének. Ugye itt volt nekünk Demeter Vili bácsi például, vagy nemrégiben megjelent könyvem a Ocskai születésnapra, ahol a sport kérdésekről beszélgettünk nagyon sokat, vagy a korábbi köteteim, az mind-mind azt bizonyítja, hogy Székesfehérvár egy olyan város, valamennyi szegmensében, ezt még egyszer elmondom, tehát a politikai kérdésekben, a kultúra kérdéseiben, a gazdasági kérdésekben egyaránt, ami példa lehet mindenhol. Én abban szerencsés helyzetben vagyok, hogy bejártam Európát, és bizony mondom, hogy mindig visszavágyottam ide-haza. Mit gondolsz, hogy mindazok, amik elhangzanak ezekben a beszélgetésekben, erősítenek-e téged ebben? Én abban bízom, tekintve, hogy engem megerősít mindig, hogy az olvasókat nem különben, hiszen itt igazságokról van szó, még egyszer mondom, bulvár nélkül. És ezért is fontos, hogy azért bármilyen nehéz a gazdasági helyzet, tehát gondolok itt a koronavírus járványra, aztán a recesszióra, azért mindig vannak segítők, és most, tehát így egy kicsit eltérve a protokolltól, engedjék meg, hogy kik voltak segítségemre, mert hogy nagyon-nagyon fontos ez a kérdés is. Természetesen a megszólítottakon kívül, hiszen ebben segített most az Aranyból az ERT, Bódis Tamással az élen, Karsai ZRT, Karsai Bélával, a Láncos Szekvi Alapítvány, a Vörösmarty Társaság, és hát olyan megszólítottak, akiknek nem tudom a nevét sem. És a Holdfény 2001 BT teszem hozzá Simon Erikával az élen. Nos, a kérdésre a válasz pedig, hogy nagyon-nagyon fontos nekem, hogy őszinte beszélgetéseken keresztül ismerjük meg azokat az embereket, az embert. Hát nem esünk túlzásba soha, teljesen felesleges.
Tehát ebben a könyvben szerepelnek sztárok, kivételes sztárok. Viszont amikor összeállítottam, akkor nagyon fontosnak tartottam, hogy egy olyan stílust képviseljek én magam is, tehát megmaradjak önmagam, ami a bemutatáskor azért kiviláglik szerintem a sorokból is. Épp ezért úgy válogattam össze a könyvet, hogy aki elolvassa, az példákat nyerjen. Az első ilyen gondolatom az volt, hogy igenis az orvosokat teszem előtérbe, és ebben segítségemre volt Bucsi főigazgató úr, hiszen kaptam egy listát tőle, a többit azt saját kútfőből teremtettem oda, és korán sem volt számomra mindegy, hogy hogy kezdjem, ez nagy kérdés volt. Éppen ezért egy méltatlan elfeledett számomra 56-os hőssel kezdtem, Östör Lóránt szülészfőorvossal, aki nagyon-nagyon sokat tett, ugye Székesfehérvárért már önmagában a hivatását tekintve is, és azt gondoltam, hogy egy méltatlan elfeledett, hiszen ő 56-ban nagyon sokat tett a városért, a szabadságért. És utána pedig elindultunk Gógl Árpád segítségével, hogy megismerjük azokat az orvosokat, akik elindították a jelenlegi egyetemi oktatókórházig a Fejér megyei Szent György kórházat. Így került be Kuhár professzor, és így tovább a többiek. Aztán hát fontos volt számomra az is, hogy folytassam, amit nem fejeztem be. Tehát itt gondolok elsősorban a Vörösmarty Színház művészeire, hiszen az elmúlt időszakban azért a sztárok, illetve a jószerivel mindenki a vendégem volt. Néhányan kimaradtak, akik az elmúlt időszakban érkeztek, és nem, azt gondoltam, hogy nem feledkezhetem meg azokról sem, akiket mi nem látunk a színpadon. Tehát azok a háttérdolgozók, akik rendkívül sokat tesznek a színházért, hogy ilyen szint legyen. A másik pedig, akiket kiemelnék, de természetesen mindenki kiemelésre méltó, az Algarégia Szimfonikus Zenekar. Ugye mi hozzászoktunk ahhoz, hogy a klasszikus zene méltatlanul, nagyon keveset foglalkoztunk vele, aztán most jött egy új éra, Ruf Tamással, Lopszai Péterrel, Dobri Danival, a kortárs művészeti vezetővel, Szabó Balázzsal, illetve olyan alkotó művészekkel, mint Ilosvai Csenge, akik egy egészen más szintet képviselnek, abban az értelemben legalábbis, hogy 100%-ot adnak. A többiekről meg én azt gondolom, hogy külön-külön nem szándékozom beszélni, de olyan tehetségek vannak itt körülöttünk, lépten nyomon találkozhatunk velük az utcán, akiket egyszerűen nem lehet kihagyni. Tehát így történt nagyjából. Lajos, már említetted, és egy kicsit a következő kérésemhez kapcsolódik, az, hogy sokan most már azt mondhatom, hogy, vagy legalábbis többen a beszélgető társait közül nincsenek közöttünk. És érzed-e, hogy ez a könyv, ez tulajdonképpen azt is szolgálja, hogy ne feledkezzünk meg róluk. Nem akarom felsorolni azokat, akikről beszélhetünk, de hát nagy-nagy tisztelettel gondolunk rájuk, és ezt köszönjük neked. Igen, egy-egy beszélgetésnek az is méltóságot ad, hogy igenis próbálunk a múltban, nem a múltban révedezni, viszont a múltat feltárni olyan szinten, amire azt hiszem, hogy szükségünk van ebben a 21. századi világban is. Ezért, ahogy mondtam, ugye Östör Lóránt például nagyon fontos volt számomra, hogy megismerjem az ő éle, illetve az ő családjának élettörténetét. Fontos volt számunkra a kórház egykori vezetőit szintén sikerrel megszólítsuk valaki által. Tehát így beszélt Gógl Árpi bácsi Kuhár professzorról, aki nagyon sokat tett azért, hogy a Szent György kórház olyan legyen, amilyen a mai napokkal, illetve Kovács Ignác révén sikerült megszólítani Perjés Kornélt, és hát sajnos időközben, ez még személyes beszélgetés volt, Zsolt István is elment. De azt hiszem, hogy ez fontos, hogy ők szerepeljenek ebben a könyvben. Igen, és hát ez egy személyes hozzáfűzés, hogy én is nagyon nagy szeretettel gondolok rájuk, akik már nincsenek itt közöttünk, és hát valamennyiünknek jó ismerőse, és hát mondhatom, hogy barátaink voltak. Befejezésül, és egy
Mielőtt átadnánk a hallgatóságnak a szót és a lehetőséget, hogy egy sztereotíp kérdés, hogy áll a folytatás? Mert hogy lesz, én abban biztos vagyok. Bizakodó vagyok én magam is. Hát ez elsősorban tetszik, nem tetszik, egy ilyen könyv bemutatón furcsa, hogy ezt kell, hogy mondjam, ez pénzkérdés. Főleg ebben a gyakorlatilag, ahogy a könyvárak, illetve a papírárak a duplájára, több mint a duplájára nőttek. Nyilvánvaló, hogy támogatókat kell találni, hiszen a terveim készen állnak, sőt, a fehérvári beszélgetések 6. kötetnek a fele kész van, ahogy tetszik, illetve a Székesfehérvár sportkönyvenek is a másik fele. Emlékszem, számtalan olyan felkérést kaptam az elmúlt időszakban, ami azt hiszem, hogy megdobogtatja majd az olvasók szívét, az enyém minden esetre igen. A sportkönyvről hadd mondjak néhány szót, mégpedig méltatom elfeledett egykori, bár most Kovács Feri bácsi szobrát köszönthettük Sóston, és a 76-os bajnokcsapat, akiket én még személyesen ismertem, tekintve, hogy akkor még a Tartalék csapatban játszottam, és akkor nyertünk ifi bajnokságot, és legendaként tekintek én most is a Kovács Laci Nagyhárom, Kovács Józsi Fejesvé, Karsai Burcsa, Nagykettő, Csongrádi Májer, Volek Tíber csapatra. Ezt már nagyon kevesen tudják felsorolni. És hát közülük jó néhányat most is barátként köszönthettem Soston, a ünnepélyes szoboravatón, és úgy döntöttem, mivel hogy az előző sportkönyvben inkább a jelen volt jelen, ezért a futballisták közül már vendégen voltak a Kovács Józsiék, Nagy Három, Karsai Laci, Nagy Kettő, Nagy Három, tehát meginvitáltam őket, tehát ez egy fontos cél számomra, mint ahogy az is, hogy ebben a könyvben szerepelnek, mert eddig a hölgyek háttérbe szorultak, és ezt megkaptam, és nagyon is jogosan, ezért most ebben a könyvben szerepelni fog az egykori Köfjön kézilabda csapatának fantasztikus egyéniségei, Siti Bea, Siti Eszter, Virincsik Anasztázia, természetesen Páncél Anikó is benne van, és még sok mindenki más. Tehát nem adom fel. A fehérvári beszélgetések 6-ban pedig szintén egy valakit említenék meg, akit minden idáig méltatlanul elfeledtem. Egy nagyon-nagyon hosszú rész lesz elődatyáról, akivel egy nagyszerű beszélgetést, 3 nagyszerű beszélgetést csináltunk. Aztán, hát még nyilván vannak terveim, egyéb terveim is, de azt gondolom, hogy ez a kettő az én koromban egy év alatt az éppen elég. Erika is mosolyog akkor, tehát rábólint. Lajos, ezt nem bánnám, hogyha nem hallanád, de azt hiszem, hogy már évtizedes múltra visszatekinthetünk közös barátságunkra, ismerettségünkre. A Lajos, mikor kezdő riporter volt, akkor így magunk között azért többször mondtuk azt, hogy bonyolultak a kérdéseid. Talán tudod. De hát ez a hihetetlen gyakorlat és tapasztalat, ami az elmúlt évtizedekben hát előjött és hát részed, azért most azt mondhatom, amit mindnyáján meg tudunk állapítani, hogy rendkívül fölkészült vagy a riport alanyaidból és a beszélgető társaidból. Alap, azt hiszem. Nos, hát a sport az enyém mindenképpen. Már elmeséltem azt hiszem ezen a fórumon is, hogy 1966-ban voltam 6 éves, és már, de anyukám szerint már 5 évesen is tudtam olvasni, és Iváncsán töltöttem a nyarakat. És akkor 1 forint 10 fillér volt a Népsport, akkor még úgy hívták, szemben lakott a nagymamám a postával, és mivel 2 jött összesen a sportból a faluba, az egyik volt pénzes, vásárlós, 1 forint 10 fillérért, a másik pedig Tunyugi Józsefé volt, aki Los Angelesben 1932-ben középsúlyban olimpiai bronzérmes lett, és Budapestről Iváncsára költözött a szülőfalujába, amikor befejezte a pályafutását. Nos, igen, belekezdtem. A olvasás nem különben, tehát a felkészültségemet leginkább az olvasásnak köszönhetem, és most itt Székesfehérváron ezt nem hagytam abba.
tehát illetve soha nem hagytam abba értelemszerűen, és arról nem beszélve, hogy tekintve, hogy a kulturális szegmense, mint a Fehérvár Média Centrumnak az enyém. Így aztán ott vagyok a Vörösmarty Színházban, ennek köszönhetem a viszonylagos ismertségemet, illetve ismereteimet a színházról. Ott vagyok valamennyi könyvbemutatón, itt a Vörösmarty Társaságnál, a Csóri Sándor Társaságnál, ott vagyok a szimfonikus zenekar fellépésein, az Alba Régia Tánc Együttesnél, a Balett Színháznál most már idestől 5 éve, hiszen akkor érkeztek meg Egerházi Attiláék, úgyhogy ennek köszönhetem. És hát nyilvánvaló, hogy azért a város gazdasági életében is helyjel közzel tájékozódnom kell, mert hogy azért a híradós munkámhoz ez feltétlenül szükséges. Ennyi. Sorban jönnek az emberben elő a témák és a kérdések. Azt hiszem, hogy van egy nagyon kedves elfoglaltságod, és ez pedig a versünnepen való részvétel, a versmondók támogatása, és itt szeretettel nézek a Csíki Vers tábornak az egyik szervezőjére. Erről szeretnélek kérdezni. A vers a mindenem. Gyerekkoromban szerelmes verseket írtam, Petőfivel kezdtem, aztán utána tulajdonképpen a teljes magyar költészetet sikerült megismernem, és némiképpen váratlanul ért idestova 9 éve, azt hiszem az első kivételével, hogy felkértek, és akkor még itt volt velünk Sándor is, aki megszervezte, megtervezte, és végig is vitte azt az elképzelését, hogy igenis kell egy versünnep Székesfehérváron, és mellette zsűrizhettem. Majd ezt követően egy vagy két év múltán a Csíki versünnepen ugyanígy, és ugye abból nőtte ki magát a székelyföldi Varga Sándor verstábor, idestova ez volt a 11. És tehát a verstáborban is ott vagyok, és én azt hiszem, hogy minden egyes résztvevőnek, aki valaha is járt ott, arrafelé, Csíkcsomortánban és Székelyföldön úgy általában, annak példa és példakép mindenki, aki a verssel foglalkozik ott, gyönyörűséges, szép magyar beszéddel, és azok a tanárok felkészítésével, akik Kárpátalján, Székelyföldön, Felvidéken, Délvidéken, itt Székesfehérváron természetesen is sokat tesznek azért, hogy a vers az maradjon meg nekünk, hiszen ahogy kezdtük ezt a bevezető beszélgetést, sajnos egyre kevesebben olvasnak verset, ezért felkészült pedagógusokra, elkötelezett pedagógusokra van szükség. És azt hiszem nyilvánvaló, hogy ezt Mihály Magdolna folytatta velünk, és aztán esztendőre csodapillanatokat élünk meg Csomortánban és mindenhol. Nem csak Csomortánban, hanem a fehérvári versenyben. Igen, egymás mellett ülünk. Alkalmával is. És hogyha már bevezetőben is némi keserűséggel beszéltem arról, hogy bár nekünk azért mindig vannak ellenérveink, hogy a fiatalok nem szeretnek olvasni, nem szeretik az irodalmat, a verseket. Nekünk számtalan olyan példánk van, amivel cáfolhatjuk ezt, vagy legalábbis elmondhatjuk, hogy vannak biztató jelek. Így bizony, erre az idei év is példa, hiszen egykori versünnepes nagyszerű versmondóink közül vendégem volt Börcsök Olivér. Ugye ezt kevesen tudják, vagy illetve hát akik odafigyelnek, tudják, hogy gyásszal vagyunk a szívünkben, hiszen Börcsök Enikő nemrégiben hunyt el, aki az ő nagynénje volt, és Olivér pedig egy fantasztikus tehetségű színművészeti egyetem hallgató. Ugyanakkor augusztus 20-án, ami fantasztikus augusztus 20-ánk volt megint, nagyszerű előadásokkal, Ferenci Nagy Bogi is itt volt köztünk, aki szintén harmadéves, a színmű csak éppenséggel ugye forgatókönyvíró rendező szakra jár, tehát ez egy teljesen más világ, de ennek ellenére elhozott nekünk néhány olyan hallgató barátját, akik egy remek előadással mutatták meg, hogy miként gondolkodnak a mai fiatalok Szent István koráról. Tehát ez is egy csoda, és emellett pedig, ha körülnézünk, hiszen nemrégiben vesztettük el Lukács Józsefet,
Isten nyugosztalja barátunkat, és az ő emlékestjén is itt voltak azok a versünnepes fiatalok, akik annak idején nagyon sokat tettek azért, hogy a vers az valóban megmaradjon, hiszen azt nagyon jól tudjuk ezer éve, hogy ugye, ahogy Rómában kiírták, hogy Róma mindannyiunk örök hazája, közös hazája, de azt is tudjuk, hogy a vers mindenkié. És ezért nagyon sokat teszelte ott a szervezők, Mihály Magdi Csomortánban, itt Székesfehérváron. Általában, akik ezzel foglalkoznak, én azt hiszem, hogy nem okozhatnak csalódást a jövőben sem. Vaska, mi most itt szerepet cseréltünk, mert te szoktál engem kérdezni, úgyhogy most én kérdeztelek, és nem tudom, hogy könnyebb kérdezni, mint válaszolni a kérdésekre. De ha nehezebb, akkor most készülj fel arra, hogy megkérjük a közönséget, hogy esetleg kérdezzenek. Jó, köszönettel veszem egyébként, de egy dolgot elmulasztottam, ami nagyon-nagyon fontos, hiszen a könyvben olyan segítőim voltak, akik elég problémás lenne, ha elfelejteném őket. A tördelő szerkesztő ebben az esztendőben immáron Adrien helyett, aki egy új munkahelyen már nem tudta ezt vállalni, Huiber Krisztián, akinek nagyon köszönöm a munkáját, a korrektor Fraller Ildikó, aki szintén nagyszerű barátunk, a képszerkesztő pedig természetesen lelkem jobbik felesége Erika volt. És most várom a kérdéseket. Várjuk a kérdéseket, parancsolja. Tessék, professzor úr, nem kérdés, Bucsi László vagyok, nem kérdés, lenne egy kis kommentár az egészhez. Lajostól megkaptam az előző 4 kötetet jó pár hónappal ezelőtt, és megmondom őszintén, hogy a héten azzal foglalkoztam, hogy átlapoztam mind az előző 4 kötetet, és önkritikusan be kell vallanom annak ellenére, hogy 18 éves koromig Fehérváron jöttem, 25 éve lesz már lassan, hogy visszajöttem kórházba is itt vagyok Fehérváron. Több mint a fele riportalany nem ismertem. Tehát gratulálni szeretnék a könyvhöz, és azt kívánom, mert nem terveztem hozzászólni, de mivel a nevem elhangzott, ezért gondolkoztam, hogy egy pár mondatot mondanék. Elkérte tőlem az orvosok listáját. Azt kívánom jelenlévőknek és tulajdonképpen mindenkinek a városban, hogy az orvosokat is ebből a könyvből ismerjék meg, és ne betegségek. Ennyi szeretem. Receptkönyvet hoztatok? Igen, hát köszönöm szépen. Egy idézetet hoztam erre, én tisztelem becsülöm természetesen az orvosokat, annál is inkább, hiszen itt az elmúlt időszakban meglehetősen sokat voltam orvosnál, ezt akik műtöttek, azok tudják. Nos, igen, és megtanultam én is azt, hogy az orvos azt szeretné, hogy meggyógyuljunk, és nem gyógyítani szeretne. Tehát ez egy játékos, egyébként Jirzsi Menzel mondta. Szóval, igen, egy másik világ az orvosoké, én ezt megtanultam, viszont a hippokratészi eskü mentén én azt mondom, hogy mindenfajta bulvár nélkül olyan embereket ismertem meg abból a körből, akik vállalták a beszélgetést, nem az elmúlt időszakban, hogy méltóak mind arra, nem arra, amit én írtam, hanem méltóak a mi tiszteletünkre, mert fontosak számunkra. És ez jó. Volt-e olyan, hogy valakit megkerestél és nem vállalt el beszélgetést? Volt, de inkább neveket hadd ne mondjak. Igen, persze. Csak ők nem szerepelnek a könyvben. Hát akkor parancsolj! Előtt kapcsolódva kérdésem, hogy a riporternek nagy dolga az, hogy összegyűjtse a riporter alapjával. Előre fölkészüljön benne, meg kell adatokat, illetve az a munkásságra gyűjtsön, hogy ez nem ütközik-e sok nehézségben a munkának, mert egyrészt van olyan, akik most mindent személyi jogokkal foglalkoznak, folyton minden embert ezzel kínozzák sován, hogy személyi jogot megfértjük. Nem volt ilyen soha. Leginkább azért, mert helyek közben a
az Fehérvár ismertségemnek köszönhetően azért már tudják 25 év után, hogy én, ahogy már ötször elmondtam, hogy kerülöm a bulvárt. Egyszerűen ki nem állhatom sem a bulvárlapokat, sem az ezzel foglalkozó televíziót, nem nézek, nem hallok ilyeneket, nem is hallgatok, ezért nem. És ráadásul ugye az a speciális az én helyzetemben, hogy a Fehérvár Médiacentrumnál ugye nem csak a televízióban, a Fehérvári Beszélgetések című műsort csinálom, hanem van egy agrárműsorom, ami pályázatos, illetve a kulturális magazin is az enyém teljes körben, ami azt jelenti, hogy tényleg lefedi a televíziós létem, életem, tehát az újságírói munkámat, a mindennapjaimat, azok az emberekkel való találkozás, különböző eseményekben való részvétel, ami egy könyvben fontos. Tehát nem adhok alapon találom ki, hogy nincs, mert most például ez ugye majdnem 500 oldal, 57 portréval, tehát nem kell azon aggódnom, hogy mondjuk a következő kötetre nem lesz. Tehát itt ül velem szemben Felkany Miki, egy zseniális, azt hiszem, hogy aki kedveli a zenét, az nagyon is jól tudja, hogy mi mindent köszönhet neki a magyar könnyűzene. És óriási szerencsém volt, hogy hírét vettem, hogy ő Székesfehérvárra költözött. 2-3 hét múlva pedig már ott ült a stúdióban velünk. És ez így nagyon jó. De ugyanez a ilyen, tehát különböző csodák érnek engem. Tehát ott ülnek például, tehát most én is bulváros leszek, Kisdi a Fővenyi Mátéval, és tudtam, hogy tekintve, hogy a Dia egy remek színésznő, és gyakran beszélgettünk, hogy egy olyan családot szeretnék megszólítani, mármint a férfit, aki méltó volt arra, hogy Kisdi a férje legyen. De természetesen nem ezért szólítottam meg, hanem a nagyszerű zenei teljesítményért. És ez, tehát mindig van valami motivációm. A fehérvári beszélgetésekben persze. Van-e még esetleg kérdés hozzátenni való? Nem kérdés, hanem van elég, hogy nem fehérvárik. Én csak annyira csodálom a Lajost, hogy ugye tudjuk, hogy dolgozik. Most is elmondtad, hogy stúdió és különböző események, rendezvények. Tehát, hogy mikor csinálod mindezt, mert már félig készen van egy következő könyv. Tehát annyira termékeny vagy, tehát nem tudom, hogy nem alszol. Látom, hogy azért fogy szépen, bárkinek. Orvosok közében jártam, most aztán csak egyszerűen számomra azért ez egy csoda, hogy ennyire termékeny vagy. Hát egyrészt ez az életem. Erika néha szigorú hozzám, akkor egy kicsit visszaveszek, természetes, de egyéb iránt én azt gondolom, hogy leírni sokkal nehezebb egy olyan beszélgetést csinálni, ami tetszik a nézőknek, aztán később méltónak találtatik adott esetben, hogy bekerüljön egy könyvbe, hiszen annak azért nagyon szigorú kritériumai vannak, mint leírni. Tehát mivel, hogy 1000-nél több beszélgetésen van, és ahogy itt elhangzott, körülbelül 300-an kerültek be, nyilván azért válogatnom kell. Másrészt, hogy írok, most már gyorsabban. Tehát teljesen fogalmatlan voltam a számítógéphez, nem titok, bevallom. Aztán Erika segítségével helyek közzel megtanultam, és most már azért könnyebben megy. Így is kismillió olyan élményem van, amit szívesen megírnék, csak kiderült, hogy az a gyerekkori versíró, Wagner Lajos, az eltűnt, mintha nem is lett volna. Én, ebben az értelemben én voltam versíróként a megízetlen íz, a parlagi föld, az elhurult göröngy, ha úgy tetszik. És akkor maradtam a prózánál, de azt hiszem, hogy ez a műfaj, ami illik hozzám. És az újságírás. Mert az pedig megint csak egy más műfaj. Maruska, mi most szeretném kihasználni a jó viszonyt, és megkérni a Jóistent, hogy éltessen sokáig valamennyiük nevében.